Nem nagyon beszéltük meg, hogy mi lesz a sorrend, és én észrevettem, mert a múltkor is már egy dallal készültünk, én akkor a Zöld Pártont írtam át, hogy szerintem szerencsés lenne, Robi, ha azzal kezdenél, mert a következő, mert most már nagyon sok dalunk van, tehát észrevettem, hogy egy bizonyos dolog közös ezekbe a dalokba, hogy az én korparáimról szólnak, és az egyikben még csak egy kicsit nyilvánul meg, a Barátnők 30 felettbe, de a legújabban már teljesen kiteljesedik, és ezt szerintem jó lenne szemléltetni, vagy szólj rám, hogyha nem így gondolod. És koncentrálok, hogy el tudjam rendesen énekelni. A Barátnők 30 felett, szép dalt. És hát ezt úgy képzeljétek el, mint hogyha, vagy úgy képzeljék el, mint hogyha Robi lány lenne. Mint egy lány énekelni. Anyám, úgyis lányok. Mindig kérdezték, mikor tolt az utcán a babakos üvölt. Beteg a kislány? Ez kisfiú is gondolkodik. A Zöld Parton dalla már a Barátnők 30 felett. Tartsam? Van valakinél blúteg? Pont a szöveget takarja, a lényeget, mondani valót. Legalább elnéd, hogy tényleg lehet krémmel üzni el a kétségeket. A szupermarket egyik polcán ránctalanító szérum a főszem, és egy oldat is van narancsbőrre, de csak allergiásabb leszel tőle. Vegyél maszkokat, mert itt talán nem fáj, hogy egész éjjel sírtál. Éppen úgy, mint a barátnőid, de majd megbeszélitek, hogy miért jobb így 30 felett is egyedül élni, hogy miért is barom mindegyik férfi, és elválsz, és újra összejössz egy ugyanolyannal, aki végre rájtad egy kis leszkés, de csak az első csoknál, és te jobban érzed ennél, igenis több jár, és a szexi kismama a vegyesboltban, de ez se te vagy, ez mégis most van, és bután bámulod az exet képét, amit azért adok, hogyha akarod, tépsz ér, és elmész a Jóshoz, a mesteredhez, aki a testedhez ért, nem a rejtjelekhez, az Ezó klubban késő éjjel, a feng shui szerint testek majd széjjel, te jól tudod, hogy mi a helyzet veled, ami megengedhető, mind megengedett. Többet is néha, de mit tehetnél? Mert mondd meg nekem, hogy mi értelme van a multiknak, hanem a pénz meg az idő, amit úgy, ahogy te ezzel hívsz elő, és eltűntet, mint a szamaradt a közben, de fel se tűnik, hogy meglettél közben, és a képernyőt szinte már alig látod, pedig puszagyára pereg le a jó barátok, a Chandler udvaron a Mónikának, és te elhiszed, hogy ilyen rád is várhat. És várj is amúgy, de ezt úgyse sejted, mert a várástól ment el úgyis a kettőt, hogy mindenek túl ezt a sorsan mondtam. De mindezen túl, én megnyugtatlak, hogy hiába minden, mert ezen úgysem múlik. Hiába mondod, hogy ez nem lehet, és hiába nézed a tükröt titokban. Ha szerencséd van, te is hamarosan eléred a 40-et. Csehzheted. Köszönöm szépen. Köszönöm külön a tapsodani. Általában a szertornászok kapnak, hogy véletlenül a helyébre esnek. Köszönöm.